Az itt látható emberek molotov koktélokat készítenek. Az Ukrajnában élők közül sokak számára már nem ismeretlen a látványuk, hiszen 2014-ben is találkozhattak velük. Most pedig háborús időben az orosz megszállók elleni harcban készülnek bevetni ezeket. A kárpátalja önkéntesek hamar eldöntötték, hogy molotov koktélokat fognak készíteni. Rövid idő alatt több tucat jelentkező csatlakozott hozzájuk. A családunk este leült a konyhában, és úgy döntött, hogy valamit tenni kell. Ez itt a bátyám kávézója. Azt mondta, hogy felajánlja a helyet és segít. A hatóságok is segítenek, rendőrök is voltak már itt, és az AVE szolgálata is segít. Nem is számítottunk ilyen összefogásra. Azt gondoltuk, hogy csak a közeli hozzátartozók fognak beszállni, de rövid időn belül teljesen idegen emberek is csatlakoztak hozzánk. Egy Facebook bejegyzésnek köszönhetően ennyi. Jelentkeztek. Ez is azt mutatja, hogy nem kell túl nagy erőfeszítés ahhoz, hogy megszerveződjünk. Volt, aki egy mikrobuszt is felajánlott. Kérdeztem, hogy mi lesz akkor, ha valami történik vele. Azt válaszolta, hogy akkor az Ukrajna javát szolgálta. Mindenki úgy segít, ahogy tud üvegeket hoznak, polisztirol granulátummal töltik meg azokat, és vásznat hasítanak. Segíteni szeretnénk, amivel csak tudunk, igyekszünk. Azt mondták, hogy ez az egyik összetevője a Molotov koktélnak, ezért most ezt csináljuk. A koktél készítéséhez most számos instrukciót lehet találni a világhálón. Az ukrán fegyveres erők hivatalos oldalán egy olyan képet is közzétettek, amely az ellenséges harci technika legsérülékenyebb pontjait tüntették fel.